Szerintem a harangláció játszolgálja, csak nincs harang, nem? Viszont? Igen, eltűnt a harang. Volt itt egy harang? Volt itt egy harang, haranglát. Volt, fából, és volt itt egy harang. De harang nincs. Az nincs. Kerestem a kormánynak a koszorúját itt a síron, de nem találom. De bocs közel. Nem találok kormány koszorút, úgy látszik idáig nem jöttek ki. De hát Babicsot tudnánk ide idézni. Petőfi koszorúi. Úgyhogy talán jobb is, hogyha nem tetszik meg. Hát különben is tavaly itt voltak, nem? Igen. Szóval azon a jogon, hogy amikor megszülettem 1956. december 19-én Bukarestben, akkor Snagovban, hát ugye külön voltak választva, még a nagy csoporttól is el voltak választva az édesapámék is, meg a Nagy Imréjék is. Meg a Losonciék. De a Nagy Imrék valamilyen legális módon küldhettek egy levelet, amelyik levélben, mint a Snagovi kolónia legifjabb tagjához gratuláltak édesapáméknak a születésemhez, Nagy Imréjék. Úgyhogy, mint a Snagovi kolónia legifjabb tagja, hogy a Nagy Imre szavajárását használjam, emlékeznék meg, és ugye, az a megdöbbentő ebben az emlékezésben, hogy 28 évvel a rendszerváltás után, amikor ez a nap hirtelen egy földrengésszerűen elsöpörte a Kádár rendszert. Ugye én azt gondolom, hogy 30 évig nyomták el Kádárék a tényeket. És akkor a tények, hogy most egy másik klasszikust, Ember Juditot idézzek, aki mindig ezt mondta, pedig hát ő is vette, hogy a tények kemény dolgok, a tények legyűrték a Kádár rendszer. Elnézést, Kádárnak volt a mondás. De ő is lopta. A tények makas dolgok. Ő is lopta. De én ezt a mondatot Ember Judithoz kötöm, aki megírta a menedékjog című film, hosszú, nem tudom, 30-valahány órás dokumentumfilmjét megcsinálta, és ezzel én azt gondolom, hogy nem csak megindította az emlékezést 88-ban és 89-ben, hanem alapvetően egy olyan csoda történt, hogy van egy magányos filmrendezőnő,
akinek minden filmjét bedugják a, és egyáltalán nem is a fiókba, és egyáltalán nem ismeri őt a közvélemény, és ez a filmrendezőnő csinál egy filmet, amivel a nagy politikát, az egész ország politikáját, a rendszerváltáshoz hozzájárult. Szóval ez szerintem egy fantasztikus eseménye volt a 89-nek, és utána természetesen még, nem tudom, azt hiszem három filmet készített a Snagovról, meg a Snagovi őrökről, meg erről az eseménysorozatról. De visszatérve ahhoz, 30 évig ült a titkon, ezen a síron, ezeken a sírokon a Kádár rendszer. Itten gyomok voltak, meg bokrok voltak, meg jeltelenek voltak. És 30 év után ez a terület megelevenedett, és lerázta magáról a Kádár rendszert úgy, hogy az összetört. Jó, kellett hozzá Gorbacsov, kellett hozzá a szovjet csapatok kivonni. Én értem, hogy sok-sok más, de ténylegesen erkölcsileg egy hazugság törte őket össze, nevezetesen amivel a tények szemben állnak. És most hadd megugorjak vissza egy kicsit. Volt egy 49-es rajta, és 7 évig valahol Váci út hajlatában feküdtek a holttestek. A útkanyarban. És 7 év után a tények előrántották, és a Rákosi rendszer oly módon tört össze, hogy még a forradalom nyomta rá a bélyegét a tégyek előbújására. Úgyhogy innen szeretném üdeni Orbán Viktornak, hogyha a koncepciós pereket gyárt, akkor előbb-utóbb a tények úgy megrázzák őt, ahogy megrázták a 56. októberében újra temetett Rajkbernél, és a 89-ben újra temetett Nagy Imre Pernél. Tartózkodjon ezektől, mert nagy társadalmi esemény, megrázkódtatás követi azokat a elfojtott tényeket, amelyek nem hagyták, de földalátlanesítőket. Letennénk a koszorút. Köszönöm.